Sziasztok! A mai videóban arról szeretnék beszélni, hogy a diétának az a lelki része, amikor bekattanunk, hogy elkezdjünk diétázni, ez mikor jön el, illetve hogy ez az egyszer élünk érzés, ez hogyan alakul, amikor még túlsúlyosak vagyunk, illetve amikor elindult a fogyásunk, vagy elértük a kívánt testsúlyunkat. Én sokáig áltattam magam azzal a gondolattal, hogy hát egyszer élünk, és most miért sanyargassam magam azzal, hogy diétázok, meg miért sanyargassam magam azzal, hogy le akarok fogyni, egyébként is mindenki szeret, egyébként is imádok enni, nincs ennek semmi értelme, hiszen egyszer élünk. Na most, amikor elkezdtem a diétát, és úgy voltam vele, hogy lesz, ami lesz, megpróbálom, és elkezdtek lefele menni a kilók, akkor igazából én akkor kattantam be, tehát nem a diéta előtt volt ez a bizonyos bekattanás, hogy valami történt, és akkor én elhatároztam, hogy fú, most végigcsinálom, hanem amikor már láttam, hogy indulnak el lefele a kilók, akkor kapott el a gépszíj, úgymond, és akkor lettem teljesen annak dedikálva, így szépen magyarosan fogalmazva, hogy folytassam tovább, és csináljam tovább, ha törik, ha szakad. Na most természetesen ez alatt az időszak alatt, amíg nekem ez a 40 kiló lement, egy csomószor felmerült bennem ugyanez a kérdés, ami túlsúlyosan megnyugtatott, hogy egyszer élünk, normális vagyok én, hogy itt sanyargatom magam a diétával. Tehát én arra jöttem rá, hogy túlsúlyosan, tehát amikor ugye a testünk börtönében élünk, akkor ez a egyszer élünk állapot, ez mindig azokra a pici percekre ad kielégülést, vagy hogy mondjam, megnyugvást, amikor éppen megesszük azt a bizonyos finom ételt, legyen az sós vagy édes, amit éppen szeretünk, imádunk. Tehát miközben eszünk, tök jól megnyugtatjuk ezzel magunkat, hogy igen, egyszer élünk, tök jól laktam, megettem ezt az édeset vagy sósat. Na most a konstans állapot viszont ebben az időszakban az az, hogy utálom magam, szuszogok, izzadok, nem tudok normálisan öltözködni, tehát a nap 24 órájából gyakorlatilag a 90%-ban utálom magam, jó, az alvást nem számítjuk ide, de amikor eszem, abban a pillanatban jól érzem magam. Tehát az egyszer élünk érzés, ez abban a pillanatban tök jó, amikor éppen eszünk. Na most, amikor lefogytunk, vagy teszünk azért, hogy lefogyjunk, akkor ez pontosan megfordul. Tehát én azt érzem, hogy az időmnek a 90%-ában jól érzem magam a bőrömben, és így inkább azt mondom, hogy lemondok arról a korlátlan mennyiségű zabálásról, amivel egyébként meg abban a pillanatban, amikor zabálok, akkor meg jól érezném magam. Értitek? Szóval pont megfordul ez a pillanatnyi öröm versus konstans állapot, akkor, amikor már diétázunk, vagy esetleg már le is fogytunk, és elértük az álomsúlyt, vagy a kívánt testsúlyunkat. Tehát, ha mérlegre tesszük azt, hogy mi a jobb érzés, hogyha konstans, folyamatosan szarul érzem magam, mert kövér vagyok, túlsúlyos vagyok, semmi se jön rám, nem jók rám a ruhák, viszont cserébe egy pillanatnyi örömöt kapok, amikor eszem, naponta 5-ször vagy 8-szor, vagy azt mondom, hogy lemondok a korlátlan zabálásról, odafigyelek arra, hogy mit eszem, esetleg egy bizonyos rövid időszak alatt csinálok egy szigorúbb diétát, és cserébe viszont a konstans állapot az, hogy szeretem magam, jó érzés, hogy rám jönnek a ruhák, nem szuszogok, nem izzadok, kényelmesen, jól esően tudok sportolni, a visszajelzéseket besöpröm, jól érzem magam a bőrömben. Tehát én szerintem ezt kell mérlegre tenni, és aki még győzködi magát, hogy neki álljon diétázni, vagy fogyókúrázni, az ezt mérlegelje magában, hogy napi szinten hogy érzi magát. Én nem mondom azt, hogy mindenkinek diétáznia kell. Ismerek egy csomó lányt, akin van 10 kiló, vagy 15, vagy 20 kiló súlyfelesleg, és tök jól érzi magát a bőrében.
amíg nincs betegség, amíg nincsenek rossz visszajelzések, vagy nem érzed lelkileg úgy, hogy szarul érzed magad a bőrödben, akkor tök jó, nem kell mindenkinek SS méretnek lenni. Viszont amikor már azt érzed minden napodban, hogy megint szarul érzem magam, megint bezabáltam, megint nem fogytam semmit, akkor viszont érdemes neki állni. Én szerintem érdemes egy próbát tenni, mert ha nem sikerül, akkor mi van? Maximum ugyanott tartottál, ahol abba hagytad, de ha sikerül, akkor meg megváltozik az egész életed. Azt nem győzöm a videókban elmondani, illetve a cikkekben leírni, hogy milyen érzés az, amikor visszakapod az életedet azzal, hogy végre normálisan érzed magad a bőrödben. Én sem vagyok vékony, tehát szerintem még a túlsúlyos csoportot erősítem. Tehát én nekem is most a lánykori szuper súlyomhoz még 15-20 kiló kellene, de nem érdekel. Tehát körülbelül ez a 40-45 kiló, ahol most tartok, én azt gondolom, hogy egy tök jó eredmény. Az, hogy én tudok konfekció méretű ruhákat hordani, hogy a karika gyűrű végre újra feljött az ujjamra, hogy a kar órám, amit nem tudtam hordani, mert annyira szűk volt, abból ki kellett vetetni két kis pöcköt, hogy újra jó legyen a kezemre. Ezek elmondhatatlan dolgok. Az, hogy amikor előkerül egy fényképezőgép, vagy egy telefonos fotót készít valaki, akkor nem kell az utolsó sorba bujkálnom, mert úristen, nehogy benne legyek a képbe. Tehát ezek olyan napi szintű visszajelzések, ami miatt én azt mondom, hogy nincs az a pénz, hogy egy rövid az élet, zabáljunk mindnyájan, érzés miatt én visszahízzam ezt a 40 kilót. Egyébként az is elgondolkodtató, hogy persze rövid az élet, úgy egészében, ha több évezredet nézzük, akkor a mi kis 70-80-100 évünk ezen a bolygón, amit itt élünk, az igen rövid, de azért a napjaink azok elég hosszúak, tehát szarul érezni magunkat a bőrünkben, nap mint nap, azért az akármilyen rövid az élet, az azért igencsak megkeseríti az ember életét. Illetve szoktam mondani, hogy mi van, ha mégsem olyan rövid az élet, hanem sokáig élünk, hát akkor mondjuk azért 10 éveket, meg 20 éveket leélni úgy, hogy szarul érezzük magunkat a bőrünkben, szerintem ez egy marhaság, amikor ugye testsúlytól függően egy hónap, vagy két hónap, vagy nehogy Isten másfél év alatt vissza tudunk kerülni egy olyan pozitív lelki állapotba, amire már nem nyomja rá a túlsúly a bélyegét. Úgyhogy én szeretnélek beteket motiválni, szeretném azt, hogy mindenki boldog legyen a bőrében, akinek ehhez diéta kell, az szóljon, és szívesen segítek, hogy én hogy csináltam, elmondok mindent részletesen, aki pedig már elérte a célját, és jól érzi magát a bőrében, hát nekik gratulálok, illetve ha nem tettek érte semmit, akkor jó nekik, irigykedve nézem őket, de aki még nem szánta rá magát, és kell egy kis lendület az induláshoz, mindenképpen szóljon. Tényleg szívesen segítek, gyertek, nézzétek a csatornát, hát ha kaptok egy kis motivációt. Köszönöm, hogy meghallgattatok, sziasztok!